A Széchenyi Kártya programban új elemként segítik a hazai vállalkozásokat az ESG megfelelési keretek kialakításában, mondta a KAVOSZ vezetője a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában nemrég. Krizsán László szerint ez a kötelező átállás sokba kerül majd a vállalkozásoknak. Mivel ez egy kényszerszült helyzet, nekünk egy dolgot kell csinálnunk, hogy az ESG-hez való alkalmazkodást segítjük a vállalkozásoknak. Nagyon rövid időn belül ESG tanúsítványokat kell mindenkinek produkálnia, a nagyobb állatokon kezdjük, de aztán megy lefele folyamatosan, egészen a kicsikig. Ez ugye a környezet, a társadalmi és az irányítási hatásoknak egy ilyen egyvelege ez az ESG, és ez szerintem fájni fog. És ilyen szempontból azt gondolom, hogy egy uniós rendelkezésnek a hazai adaptációjának a segítsége az, ami nekünk feladatunk. Ezért egy céget is alapítottak a feladatok lebonyolításához. A vezérigazgató azt mondja, minden cégnek rendelkeznie kell majd ilyen tanúsítvánnyal. Először a nagy cégekre lesz ez igaz, de hát a nagy cégeknek vannak beszállítói, alvállalkozói, szállítói, szerződött partnerei, azután most bekérik. Tehát, hogyha valaki szállít egy multinacionális hipermarket láncnak, akkor lehet, hogy csak a hipermarket láncnak kellene rendelkeznie ESG tanúsítvánnyal, de mindenkitől bekéri az utolsó kifli szállítótól is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz ügy lesz, és drága ügy lesz, hogy megfeleljünk ennek, és ebben tényleg meg kell próbálnunk minden olyan segítséget megadni a vállalkozásoknak, hogy valahogy segítsük ennek az alkalmazkodásnak a létrejöttét is. A befektetők, szabályozók, fogyasztók és dolgozók részéről egyre nagyobb az elvárás a vállalatok felé, hogy ne csak a pénzügyi, hanem a természeti és társadalmi tőkének is jó gondozói legyenek, és ennek fenntartásához biztosítsák a megfelelő vállalatirányítási feltételeket. Az ESG célja a vállalatok mindennapi tevékenységében rejlő nem pénzügyi kockázatok és lehetőségek nyomon követése, írja a szaksajtó erről az Unióban kötelezően bevezetendő rendszerről. Az Országos Iparkamara és a VOSZ összefogásával alapított KAVOSZ a vállalkozások minden hiteligényére megoldást akar kínálni, mondja a vezérigazgató. És szeretnénk azt, hogy mindenre legyen valami megoldásunk. Tehát a legkisebb problémától a legnagyobb problémáig mindent öleljünk át, és azáltal, hogy a mi kamatunk 5% fixen, és a fix azért fontos, mert amikor csapkodnak a villámok, és 4 éve, 5 éve csapkodnak a villámok, Covid, aztán energiaválság, aztán háború, vagy a kettő fordítva, ezen utána bejött az inflációs probléma. Én azért azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon-nagyon őrült helyzetben és őrült világban az egyetlen fix kapaszkodó az a fix kamat. Ez kiszámíthatóvá teszi, hogy a vállalkozásoknak mennyit kell fizetniük, és ez nem változik, lehet tervezni vele. A Covid óta megnőtt a cégek hiteligénylése. Jelenleg ma 3600 milliárd forint van a Széchenyi Kártya programon keresztül a piacon, derült ki a helyi iparkamarában Pécsett, ahol a vállalkozások jelenlegi kihívásairól, illetve az ezekhez nyújtott segítségekről, lehetőségekről volt szó a Velünk a vállalkozásodért címet viselő eseményen.